Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Regionális találkozó vasutas nyugdíjas klubok számára, évzáró a Szent Erzsébet óvodában, 50 éves a Hársfatag intézményi óvoda. A Fidesz politikusai, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Császár László önkormányzati képviselő tartottak sajtótájékoztatót. Rigg Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője is sajtótájékoztatót tartott. Pedagógus nap és nagyszülők unokák napja. Vágjunk bele! Ismét Tapolca adott otthont a vasutas nyugdíjas klubok országos találkozójának. Idén Székesfehérvár, Budapest, Sopron, Szombathely, Szentes, Celldömölk, Nagykanizsa csoportjai jöttek el a házigazda Tapolcai klub meghívására, a hagyományos majálisozásra. A vendégeket Tóth Ferencné, a Tapolcai klub elnöke köszöntötte, bemutatva a jelenlévő testvérklubokat is. Ezután a Voke Bacsányi János Művelődési és Oktatási Központ igazgatója, Havasi Gábor szólt, beszédében méltatta a vasutas közösségben tapasztalható összefogást, amely akkor sem múlik el, ha véget érnek az aktív évek. És szeretnék olyan nyugdíjas lenni, szeretnék olyan aktív és élményekkel gazdag életet élni, mint amit önök élnek. Legalábbis én úgy veszem észre, hogy Tapolcán a Vasutas Nyugdíjas Klub tagjai nagyon aktívan töltik el azt az időt, amit nyugdíjas éveknek nevezünk. Ők azok, akik a legkorábban adják le az éves programtervüket, és hát hogyha lehet ilyet mondanom, irigykedve nézem, hogy többet buliznak, mint én. Legyen az locsolóbál, legyen az farsangi bál, legyen az születi bál, legyen az új évköszöntő, bármilyen. Azt látom, hogy jól érzik magukat, jól érzik egymást, egymással töltött időt, és ez nagyon fontos, hiszen ettől szép az élet, én azt gondolom. A tapolcai vasutasok Bacsányi János nagy tisztelői. Nemrégiben a lánglelkű költő emlékhetén elhangzott beszéd felidézésével tisztelektek előtte. Németh János tanár úr gondolatait ezúttal Hatvani Mátyás tolmácsolta. Dobó Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket, és felidézte, hogy mi mindent köszönhet az ország a vasutas társadalomnak. És az elmúlt 150 évben az ország és nemzet szemben és történetéből a vasutasok mindig vastagon kivették a részüket. Beszéljünk itt 56-ról, beszéljünk itt a világháborúkról, vagy beszéljünk a trianoni gyalázatról is, akkor is a vasutasok vették kézbe a dolgot és foglaltak vissza bizonyos területeket. Nagyon örülök neki, hogy ismét szép szemmel meglátogattak minket, és azt kérem önöktől, hogy amikor csak tehetik, vegyék föl a nyugdíjas barátokkal a kapcsolatot, ápolják ezeket a kapcsolatokat, hiszen nem nőnek a fák az ég, semmi sem tart örökké, és addig örülünk valaminek, amíg van minek örülni. Addig fogjuk meg a másik kezet, ami ott van, és az előbb egy szó volt arról, hogy Bacsányi és Kazinczy nem voltak jóban. Na de hát gondoljunk abban bele, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogyha én Kazinczyval tudok veszekedni. Én méltó vagyok ahhoz, hogy Kazinczyval vitatkozok. Hát ki tud vitatkozni Kazinczyval? Hát csak egy Bacsányi, ugye? Úgyhogy ők megragadták az alkalmat, és hogyha még nem is jóban, de legalább rosszban el tudták mondani, hogy párjukra, emberükre akadtak, és ezzel nyomot hagytak a magyar történelemben. Én azt kérem most önöktől, hogy egy kicsit a tapolcai közéletben adjanak nyomot, nézzenek körül a városban, érezzék jól magukat, és térjenek vissza akár civilként, akár családdal, barátokkal, minél többször, annál jobb. Jó szórakozást kívánok én is a magyarra. Köszönöm. Borsi Sándorné, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnök helyettese, a majálisról, mint igazi tavasz búcsúztató nyár köszöntő eseményről emlékezett meg, majd virággal köszöntötte a házigazdát. Minden vasutas majális kulturális műsorral kezdődik. Elsőként népdalok csendültek fel. Kovács legény maga is azt mondja, hogy betyár a gazdája, betyár a gazdája, züllik a csárdába, iszik züllik mulat a csárdába, kis fejlóba.
hasig jár a sárban. Iszik, züllik, mulat a csártába, kis fejlóg a hasig jár a sárban. Ihajda őspusztában megkezdték az aratást. Elvágták a kis pacsirt a bal szárnyát. Kis pacsirt, ajaj, de hús a szárnyáért. Ihajda, én is busz vagyok a kedves babámért. Ihajda, őspusztában megkezdték az aratást. Minden anya siratgatja a lányát, csak engemet nem sirat a jó anyám. Ihajda, barna legény a kaszásom, vigyázz rám. A kultúrműsor végén igazi mulatság kerekedett, és bár az idő nem tette lehetővé a májusfa kitáncolását, az együtt éneklés felettette az odakint locsogó esőt. És akkor most! Ahol a tenvár, a sor a popár, és a szerelem a fejünkből nincs megállás. Ahol a tenvár, elindult már, és a szerelem tudatból nincs kiszállás. Kis fecs a zenét! Ahol a tenvár, megyünk a zenét, a sor a popár, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. Na még egyet! A program közös ebéddel folytatódott, majd zenés táncos délután következett. A kétnapos rendezvény másnap városnéző sétával ért véget. Az édesapák szerepének hangsúlyozása volt az idei nevelési év központja a Szent Erzsébet katolikus óvodában. Évet záró műsoruk is ennek jegyében zajlott az elmúlt héten a Tamási Áron művelődési központban. Vendégük is volt Süveges Gergő újságíró, televíziós, rádiós műsorvezető, aki Bátorság próba apáknak címmel tartott előadást. Az ünnepi esemény fénypontja a nagycsoportosok búcsúja volt. A 26. nevelési évét zárta a Szent Erzsébet óvoda a Tamási Áron művelődési központban az elmúlt héten. Zöldi Andrásné intézményvezető köszöntötte a fenntartó képviseletében érkező nővéreket, a városvezetés képviselőit, de elsősorban a szülőket, hozzátartozókat, külön kiemelve az idei évük főszereplőit, az apákat és nagyapákat, megköszönve áldozatvállalásukat, amit a családért hoznak. Gyerekek számára nagyon sok olyan beszélgetés, játékos foglalkozás, szülők vendéglátása, amikor édesapák vállalták, hogy bejönnek a csoportba, és ott beszélnek a saját hivatásukról. Tehát nagyon sok színes dolog történt ebben az esztendőben, és ezért most először az édesapákat, a nagyapákat, nagyszülőket szeretném köszönteni. Köszönöm, hogy eljöttek, és hogy velünk ünnepelnek ma, és köszönöm az édesapáknak, nagyapáknak, hogy vállalják ezt a kemény és nehéz feladatot, ami rájuk terhelődik sokszor az életükben. A színpadon köszöntötte Süveges Gergő újságíró, televíziós, rádiós műsorvezetőt, 4 gyermekes családapát, akit felkért Bátorság próba apáknak című előadásának megtartására. A népszerű műsorvezető sorra vette, hogy miben kell a hétköznapokban is bátorságot mutatni az édesapáknak. Számos saját életéből vett példával is alátámasztva gondolatait. Merj megajándékozottnak, sebezhetőnek, kíváncsinak lenni. Merj bocsánatot kérni, simogatni, átölelni. Merj elélhetőnek, elismerőnek, együttérzőnek lenni, mondta. De mindez a bátorság 3 fontos alappilléren nyugszik.
Csak akkor sikerülhetnek az említett próbák, ha legelőször is mernek kapcsolatban lenni, mernek jóban lenni, és mernek szövetségben lenni gyermekükkel. De a legeslegfontosabb parancsnak azt véli egy apa számára, ha jó apa akarsz lenni, szeresd anyát, mondta. Az évzáron az óvoda három csoportjának legkisebbjei is bemutatkoztak. Dalokkal, versekkel, körjátékokkal örvendeztették meg szüleiket, nagyszüleiket. A ballagó nagycsoportosok már komoly produkciókkal, kapusjátékokkal készültek utolsó óvodai szereplésükre. A hagyományoknak megfelelően az óvodát fenntartó, szeretett leányai Páli Szent Fincéről nevezett irgalmas nővérek társulata ajándékokkal köszönt el a leendő elsősöktől. Kis Marian Kornélia tartományfőnöknő az irgalmas nővérekkel mindenkinek iskolaszerekből álló csomagot adott át. És én nagyon hálásan köszönöm a kolléganőknek minden fáradozását, amit az irányba tesznek, hogy ezek a gyerekek, akik most itt elbúcsúznak tőlünk és iskolába mennek, kapjanak egy kis tarisznyát, amiben a hamuba sült pogácsa, az az érték, ami ha ők megőriznek, őket meg fogja tartani, és ebben az értékrendben elmélyíteni, hiszen a mi társadalmunknak, a mi világunknak nagyon-nagyon szüksége van igaz, értékkövető, értékmutató emberekre. És én ezzel a szeretettel és gondossággal szeretném átadni az iskolába menő gyermekeknek azt a kis csomagot, amit a társulatunk most már évtizedek óta, mint egy kis hamuba sült pogácsát a tarisznyába, az iskola kezdéshez segítséget nyújtva, abban a tudatban, hogy ez messze meg nem, be nem takarja azt a kiadásköltséget, vagy azt a gondoskodást, ami egy iskolába menő gyermeknek szükséges, de mégis egy pogácsa abba a tarisznyába. És kérem, hogy fogadják olyan szeretettel, amilyen szeretettel mi készítettük. És köszönöm szépen. Az ünnepség az aulában folytatódott, ahol a gyerekeket, szüleiket és vendégeiket szépen megterített asztalokhoz várták, hogy közös uzsonnával, gyümölcsel, süteménnyel, szörppel búcsúztassák el az óvoda 26. nevelési évét. Az eseményről jövő heti adásunkban kicsit bővebben is beszámolunk majd. 50 éves a Hársfa óvoda. Ezt ünnepelték az elmúlt héten az óvoda jelenlegi és volt ovisai, az ott dolgozók és vendégeik az Alkotmány utcai épületben. Egész héten a jubileum és a gyermeknap jegyében zajlottak az események, amelyet egy családias hangulatú ünnepség koronázott meg. E jelentős alkalmat sok-sok programmal tették színessé az óvoda dolgozói, gyermekek, szülők és meghívottak számára. Ünnepi rendezvény sorozatukat elsősorban a gyermekek igényeit figyelembe véve tervezték. Számos érdekes, interaktív programban vehettek részt, kipróbálhatták ügyességüket, bátorságukat, vagy egyszerűen csak jól szórakozhattak. Programkínálatukban volt katonai, rendőrségi bemutató, ugrálóvár, sportélelőtt, mozilátogatás. A szülőkkel közösen szervezett május 23-ai családi délután igazán emlékezetesre sikerült. Szerveztek kézműves és sütivásárt, bográcsozást, néptáncos bemutatót. Sokan eljöttek a május 30-án is ünneplőbe öltözött óvodába. A vendégeket nagy szeretettel fogadták, kedves megható műsorral, néptánccal, versekkel, körjátékokkal, régebbi óvisok zeneiskolai előadásával tették emlékezetessé gyermekeik és az óvoda dolgozói jubileumi rendezvényüket.
Emlékezni egy 50 éves évfordulón örömteli, ám nehéz feladat is egyben, mondta el Vargáné Csóri Márta tagintézményvezető. Az épület átadása 1969. augusztus 16-án történt. Volt olyan időszak is az intézmény életében, amikor 4-5 gyermekcsoporttal működtünk, de jelenleg is jó kihasználtságú az óvodánk. Az 50 év mögött rengeteg munka, siker, nehézség és szeretet rejlik. Elődeink, vezetőink, Hoffer Lajosné, Szalai Lászlóné, Frank Lászlóné, kitaposott ösvényét kötelességünk széles úttá formálni, hiszen az itt dolgozók munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak óvodánk történetének formálásához, a jelenben képviselt értékeink megalapozásához. Jelenlegi vezetőnkkel, Horváth Zoltánnéval és munkatársaimmal mindent meg is teszünk azért, hogy ez így legyen. Egy intézmény jelenéről és jövőjéről gondoskodni különleges küldetés, annál is inkább, mert családok, gyermekek sorsa, életminősége a tét. Szeretnénk, ha óvodánk olyan hely maradna, ahová jó bemenni, jó élni, dolgozni, és ahol a legjobb gyermeknek lenni. Emberi tartással, szakmai felelősségvállalással megőrizzük és tovább visszük az 50 év örökségét, tette hozzá. Az alkalomra az elmúlt 50 évről fotókiállítást rendeztek, és Gyermeknek lenni jó címmel gyermekrajz pályázatot hirdettek meg. A kiállításokat nagy örömmel tekintették meg a vendégek. Horváth Zoltánné intézményvezető ünnepi köszöntőjében megemlítette, hogy különleges kapcsolat fűzi a Hársfa óvihoz, hiszen ebben az épületben kezdte pályáját ő is. A kezdetekre visszagondolva elmondta, 50 évvel ezelőtt eleinte 3, majd szükségmegoldásként egy csoporttal bővítve működött az óvi, akkoriban 113 kisgyermeket számláltak. Ez átlagban 37-38 fős csoportlétszámot jelentett. A gyermeklétszám örvendetesen tovább növekedett, így a velük párhuzamos május egy utcában a felvonulási épületben lévő munkás szállót 5 csoportos óvodává alakították, melyben tornaszoba is volt. 1982. június 28-án nyitott, így az itt szükségmegoldásként létrehozott csoport megszűnt. Akkoriban 240 kisgyermek járt a 8 csoportba. 1996-ban megszűnt a Május egy utcai egység, és újabb átszervezések kezdődtek, emlékezett vissza az intézményvezető. A beszédek után a gyermekek műsora következett. Volt óvisok, ma zeneiskolai növendékek, jelenlegi kisóvodások örvendeztették meg a jelenlévőket. Hogyha egyszer felnőtt leszek, mennyi mindent megtehetek, késő estig fennmaradok, palacsintát habzsolhatok. Hogyha egyszer felnőtt leszek, madarakkal énekelek, gyűjtök sok szép követ, botot, rendet rakni sosem fogok. Hogyha egyszer felnőtt leszek, építek egy játszóteret, volna ott egy olyan csúszda, teteje az égig nyúlna. Hogyha egyszer felnőtt leszek, megmászom egy magas hegyet, megnézem a vizek mélyét, bejárom a világ végét. Hogyha egyszer felnőtt leszek, minden tenger felfedezek, ugrálok a hullám hátán, lovagolok majd egy cápán. Hogyha egyszer felnőtt leszek, nem maradok többé gyerek, addigra már az is lehet, nem akarom mindezeket. Hogyha egyszer felnőtt leszek, gyerekeket nevelgetek, bölcsőt ringat majd a kezem, nem lesz időm semmire. Igazi meglepetés volt az óvoda pedagógusok műsora. Ismert dallamokra Mózner Miklós Rímfaragó készített szöveget. Így igazán személyes és bensőséges volt a köszöntés. 50 éves óvoda, zengjen hárfa és óda, sok aranyos kisgyermeknek második otthona. Nagy öröm és szép szokás, mikor régi óvodás, ide hozza szeme fényét, jó érzés csodás. Játék, boldog kacagás, ennél jobb nincs semmi más, mese világ, amit itt látsz, még öröm forrás.
A műsor után fogadás és koccintás következett. Dobó Zoltán polgármester kívánt pohár köszöntőjével minden jót a következő 50 évre. Nincsen születésnap torta nélkül, a Hársfa Óviban két tortán is meggyújtották az 50-es számot, amelyet az intézményvezető és a tagintézményvezető közösen fújt el. Az ünnepségről jövő heti adásunkban hosszabban is beszámolunk majd. A Fidesz-KDNP Európa parlamenti választáson elért eredményeiről tartott sajtótájékoztatót az elmúlt héten Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Császár László önkormányzati képviselő a Fidesz tapolcai irodájában. Május 26-án Európa parlamenti választások voltak Magyarországon. A részvétel magas volt, 43,3%, és elsőprő Fidesz-KDNP siker született. A választók 52,6%-a támogatta a Fideszt. A Fidesz-KDNP rekord részvétel mellett rekord győzelmet aratott. Választókerületünkben is magas volt a részvétel, az országos átlagnak megfelelően 43% feletti, és a Fidesz-KDNP győzelme viszont magasabb volt a városban, mint az országos átlag, 53,8%-a támogatta a Fidesz-KDNP listáját Tapolcán. Az első szó most a köszöneté, hiszen köszönetet kell mondani minden választópolgárnak, aki részt vett a választáson. Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik támogatták a Fidesz-KDNP listáját. Köszönetet mondunk a munkatársainknak, aktivistáinknak, a telefonálóknak, a szavazatszámláló biztosoknak. Ehhez a sikerhez a tapolcai választópolgárok és a munkatársaink nagy mértékben hozzájárultak. A városban közel 5%-ot javított a 2018-as eredményhez képest a Fidesz-KDNP, miközben a Jobbik elvesztette támogatóinak több mint 40%-át. Tapolcán tehát elsöprő Fidesz-KDNP siker született, a választók 49,8%-a támogatta a Fidesz-KDNP listáját, ami szám szerint 2935 főt jelentett. Mindezzel bizonyságot nyert, Tapolca nem kér a migrációból, nem kér a migránsokból, hanem kiállt a hagyományos keresztény értékek mellett. A Fidesz-KDNP-re leadott szavazatok megerősítik, Tapolca fideszes város. A választás Dobó Zoltán személyének is kudarca, hiszen pártja, a Jobbik elbukta a támogatóinak több mint 40%-át. A választók Tapolcán is határozottan támogatták a Fidesz-KDNP politikáját és programját. Elutasították a bevándorlást, egyetértenek a keresztény értékek és a keresztény kultúra védelmével, támogatják a határkerítést, támogatják a kormányt, hogy polgárait békében, biztonságban tudhassa, egyetértenek azzal, hogy a migránsok helyett a magyar családokat kell támogatni. A Fidesz-KDNP helyi szervezete köszönetet mond annak a közel 3000 tapolcai polgárnak, akik támogatták szavazatukkal a Fidesz-KDNP-t ezen a sorsdöntő választáson. Fideszes helyi képviselőként, a helyi Fidesz szervezet vezetőjeként is szeretném én is megköszönni annak a több száz aktivistának, akivel együtt dolgoztunk az elmúlt több mint egy hónap alatt. Több mint 10 000 telefont bonyolítottunk le, ahol felkerestük a választó polgárokat, kikértük véleményeiket, illetve támogatásukat kértük a programunkhoz. Az elért eredmények is azt bizonyítják, hogy ez jó sikerült. Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi választó polgárnak én is, hogy szavazatukkal bizalmat adtak a Fidesz-KDNP-nek. Ezek a számok, ahogy itt előttem Fenyvesi országgyűlési képviselő is elmondta, biztatóak, hiszen a közelgő önkormányzati választása látható, hogy egy erős Fidesz győzelem született Tapolcán is. Ez az önkormányzati választás az elkövetkezendő hetekben a tisztújításokkal és az önkormányzati képviselő jelöltek polgármester személyének a megválasztásával vagy kijelölésével folytatódik, és rövidesen majd természetesen a sajtót is tudjuk tájékoztatni azokról a személyekről, akiről a helyi szervezet, illetve természetesen ezt majd magasabb szinten jóváhagyva a megyei és az országos szervezetek is jóváhagynak, hogy kik fognak indulni majd az önkormányzati választásokon. Szeretném megköszönni a választópolgároknak,
hogy ilyen szép számmal részt vettek a választáson, és bízom benne, hogy ősszel az önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP hasonló arányban vissza fogja szerezni a város vezetését. Köszönöm szépen! A Fidesz sajtótájékoztatójára reagálva Rigg Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője is sajtótájékoztatót tartott a Tamási Áron művelődési központban. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a média megjelent munkatársait. A mai sajtótájékoztatónk témája 2019. május 30-ára a Fidesz helyi választókerületi elnöke, illetve a helyi Fidesznek az elnöke tartott sajtótájékoztatót és kiértékelték az Európa Parlamenti választási eredményeket. Fenyvesi Zoltán politológusokat és közvéleménykutatókat meghazudtoló magabiztossággal és bátorsággal feltárta azokat a számadatokat, amiből véleményem szerint hosszú távú következtetésekre nem lehet következtetni. Tájékoztatta Tapolca város lakosságát, hogy egy magas, fölényes Fidesz győzelem volt itt Tapolca városában, és egy óriási bukás a Jobbiknak. Hát nem tudom, ezek a számok, amiket ő nézett, pont az ellenkezőjét mutatták, hiszen hogyha megnézzük a választásra jogosultak megjelentek számát, a Fideszre leadott voksoknak a számát, illetve az ellenzéki pártoknak a szavazati voksait, az magasabb, mint a Fideszre leadott szavazatoknak a voksai. És hogyha megnézzük azt a számadatot, amely egy 7000-es választópolgár takar, akik nem éltek választó jogukkal, otthon maradtak, távol maradtak, hiszen nem akartak véleményt mondani, se pró, se kontra. Császár László, a helyi Fidesznek az elnöke, egy újabb messzemenő következtetés vont le ezekből a számokból. Magabiztos őszi győzelmet jósolt a Fidesznek, és egy véleményem szerint egy nagyon felelőtlen kijelentést tett, hogy a város vezetése ősztől ismét a Fidesz kezébe kerülhet. Hát ezt én azt gondolom, hogy a tapolcai polgárok nevébe kell, hogy kikérjem. Egyetlen egy pártnak a kezébe sem kerülhet a város vezetése. Pártpolitikusok irányíthatnak egy várost pártpolitikától mentesen. Én ezt szeretném, hogyha ez valósulna meg ősszel az önkormányzati választásokon, és hogyha már a helyi Fidesz elnökének a szavait lehetett idézni, amely azt mondta, hogy a Fidesz kezébe kerülhet a város vezetése, a jó Isten mentsen meg ettől a kéztől, attól a kéztől, aki megszüntette Tapolcán a belgyógyászatot, a sebészetet, attól a kéztől, aki bezáratta a strandot, és azt gondolom, hogy ha ők már az őszi önkormányzati választásra iránymutatást adhattak Tapolca város lakóinak, akkor ugyanezt én is megtehetem. Én buzdítom a város lakosságát, hogy egy erős összefogásra, egy pártpolitika mentes városvezetésre szavazzanak az őszi önkormányzati választáson, a magabiztosságra, a higgadságra, a nyugodt városvezetésre, hiszen ez a városvezetés, aki jelenleg vezeti Tapolca városát, összefogással, lobby tevékenységgel vissza tudott hozni egy osztályt, a belgyógyászati osztályt, tudott szervezni közösen a kórházvezetéssel az elmúlt hetekben egy óriási nagy egészségügyi rendezvényt, amely országos szinten a második legnagyobb, úgymond, pénzbeli jutalmat tudta adni a kórháznak, több mint 8,5 millió forintot. Ez a városvezetés megnyitotta és modernizálta Tapolca város strandját, amelyet élvezhetnek a fiatalok, úszásoktatás és egyéb közösségi programok zajlanak. Én ezt kérem a Tapolca város lakóitól, ne üljenek fel a propagandának, hiszen hogyha az egyensúlyokat megnézzük, és az igazságos demokrácia alapjában, egy igazságos választási rendszerben ez a Fidesz nem tudott volna győzni. Ők több száz millió forintból végig plakátolták az országot, köztük Tapolcát is, és hithű keresztény módra még azért a temetőbe is jutott plakát. Hogyha ő nekik ez a keresztényi hitvallás, én ettől elzárkóznék. Egy igazságos, demokratikus választásban a Fidesz nem tudott volna nyerni. Én azt kérem Tapolca város lakóitól, hogy ne üljenek fel a propagandának, olvassanak többet, főleg az interneten, hiszen ez a göbbelszi propaganda úgy már elharapózott itt Tapolcán is, és az ország más táján is. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ha bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok.
Díszdiplomásokat, nyugdíjba vonulókat és pályakezdőket is köszöntöttek az elmúlt héten pedagógus nap alkalmából. A Tamási Áron Művelődési Központban tartott ünnepség szervezői Tapolca és a környező települések önkormányzatai voltak. A rendezvényen Dobó Zoltán mondott ünnepi beszédet, a város polgármestere méltatta a pedagógusok erőfeszítéseit, hivatástudatát, de rámutatott, hogy mindez kevés lehet, ha a társadalom, a szülők és a város részéről nem kapják meg a nevelés sikeréhez szükséges támogatást, segítséget. Fontos, hogy minden szereplő kivegye a részét a majdani állampolgárok a jövő felnőttjeinek neveléséből és képzéséből, hiszen számukra nem csak tudást, hanem jövőképet, az itthon maradáshoz szükséges lehetőségeket kell biztosítani, fogalmazott. A köszöntőt követően adta át a polgármester a tapolcai pedagógusoknak járó díszdiplomákat. Arany díszdiplomára érdemesült Májer Márta Mária, dr. Tompos Józsefné és Pulka Gáborné. Rubin díszdiplomát dr. Görcsös Mihályné dr. Takács Gizella vehetett át. Márvány Péter kapolcsi és Takács Péter monostorapáti polgármesterektől Nagy Lajos nyugdíjas pedagógus Gyémán díszdiplomát vehetett át. Major Ferencné Dobó Zoltán köszöntötte, ő vasdiplomát vehetett át. Búcsúztak a nyugdíjba vonuló pedagógusok, elköszönt a tapolcai kertvárosi óvodától Gáspár Györgyné, Kiglics Istvánné, Süléné Tóth Piroska óvodapedagógusok és Török Lászlóné Dajka. Dobó Zoltán polgármester és Tóth Mária, a Balatonfüredi Tankerületi Központ irodavezetője közösen köszöntötték a tapolcai iskolákból nyugdíjba vonulókat. A tapolcai Bátos Lajos Általános Iskola Székhely Intézményétől Mészáros Tiborné tanítónő, a Kazinci Tagintézménytől pedig Szalainé Németh Katalin és Virág Károly pedagógusok búcsúztak az idén. A tapolcai Járnányi Pál Zenei Alapfokú Művészet Oktatási Intézménytől köszönt el Tihanyiné Orosz Sarolta tanárnő és Németh Lászlóné könyvtáros. A Veszprém megyei pedagógiai szakszolgálat tapolcai tagintézményétől vonul nyugdíjba Újváriné Dancs Gyöngyi konduktor és Matics Éva oligofrén logopédia szakos gyógypedagógus. A Bacsányi János Gimnázium és Kollégium nyugdíjba vonuló pedagógusa Balogné Szabó Edit pedagógus és Sándor Krisztina technikai alkalmazott. A Gönczi Pál szakközépiskola és szakiskola nyugdíjba vonuló pedagógusa Busa Andrásné. A Széchenyi István Baptista középiskola nyugdíjba vonuló pedagógusa Farkasné Szabadi Ágnes. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet ezúttal Gáspár Györgyné, Kiglics Istvánné, Süléné Tóth Piroska, Szalainé Németh Katalin, Virág Károly, Újváriné Dancs Gyöngyi és Matics Éva vehette át az ünnepség keretében. Hagyományosan Tapolca önkormányzatával közösen ünneplik és szervezik a pedagógus napot a környező települések is. Mészáros László, Leszence Tomai polgármestere, Weberné Borbély Éva nyugdíjba vonuló pedagógustól búcsúzott. Takács Péter, monostorapáti polgármestere, Czverenc Gyulánét, majd Dobó Zoltán tapolcai polgármesterrel közösen Marton József pedagógus intézményvezetőt köszöntötte nyugdíjazása alkalmából. Szigliget település nevében Balassa Balázs polgármester Csombó Lajosné intézményvezetővel Szalai Csabáné óvónőtől köszönt el. A Lesence Istvándi nyugdíjba vonulóktól Tóth Csaba polgármester és Hegyiné Kalmár Lívia intézményvezető búcsúzott, néhányan pedagógus szolgálati emlékérmet is átvehettek Tóth Máriától, a Balatonfüredi Tankerületi Központ irodavezetőjétől. Idén Szőke Jánosné, Morvai László, Gróf Sándorné és Weberné Borbély Éva érdemesült a kitüntetésre. Pályakezdő köszöntésére is alkalmat adott a Városi Pedagógus Nap. Nagy Rudolfné, Nemes Gulácsi polgármester, Magyar Kitti Szintia óvónőt köszöntötte. Dobó Zoltán pedig a tapolcai kertvárosi óvoda két új munkatársát, Malkovics Beatrixot és Olár Rédei Nikolettet. A Szász Márton általános iskolában kezd Rénes Fanné pedagógus, a Bacsányi tagintézményben pedig Szabó Klára ének-angol szakos tanár lesz az új munkatárs. A pedagógus napi ünnepséget Májer Edit és Lamport Gusztáv zenei előadása színesítette a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában, Dobó Zoltán pohárköszöntőjével és állófogadással zárult a rendezvény. Az ünnepséget jövő heti műsorunkban láthatják majd. Megtartotta a hagyományos nagyszülők unokák napot a Tapolca és környéke kistérségi nyugdíjasok érdekvédelmi érdekképviseleti egyesülete a hétvégén. A civil szervezet egyik legfontosabb közösségi programjának helyszíne ezúttal is a gyulakeszi Bak vendéglő volt. A szép számú megjelentett a térség falvaiból és Tapolcáról érkezett tagokat, a nagymamákat, nagypapákat, szülőket, gyermekeket Nyakas László köszöntötte elsőként.
Demeter Ferenc, megyei elnök, a lelki és fizikai egészség megőrzésének fontosságáról beszélt. Véleménye szerint ennek legfontosabb eszköze a művészet lehet, annak pedig minden ága. A zenében, táncban, versben mindenki ki tud teljesedni, szereplés, felkészülés, alkotás közben pedig közösségben van. De nem mellékes az sem, hogy mindezt közben át is tudja adni unokáinak. Rig Lajos országgyűlési képviselő a 30-40 évvel ezelőtti családmodellt hasonlította össze a mostanival. 30-40 évvel ezelőtt a hagyományos családmodell azt jelentette, hogy a főzgő és unoka egy több generáció egy családi házban nőtt fel, minden egyes napot együtt töltöttek, együtt tengerésznek, ebédeztek, vacsoráztak, együtt mentek kirándulni, együtt élték az életet. Eltelt 30-40 év, megváltozott a világ, felgyorsult ez a változó társadalom, és most már azt tapasztaljuk, hogy sajnos másnap fognak találkoznak a gyermekek, a nagyszülők és az unokák. Húsvét másnapján és karácsony másnapján. Ez azt gondolom, hogy nem egy jó tendencia, hiszen akkor 30-40 évvel ezelőtt, és most van közünk van, ugyanúgy szükség van az önök segítő kezére, ugyanúgy szükség van az önök gondolataira, és jobbító szándékokra. Hiszen, hogyha egy unoka beteg lesz, kihez tud fordulni a szülő első körben? A nagyszülőhöz. Mama, papa, gyere légy szíves segítsél, mert beteg a gyermek, vigyázzál rá, nem szeretnék táppénzre menni. Vagy hogyha valami gondjukat, vagy elszereznek volna valahol menni, ki volt az első, akihez fordulhatta, önökhöz, a nagyszülőkhöz, hogy légy szíves, vigyázzatok az unokára. 40 évvel ezelőtt ez nagyon gyorsan megoldódott, napjainkban ez nagyon nehéz. És önök, én azt gondolom, hogy a társadalom csúcsa, nem várnak ezért semmi más, csak az élet egy legnagyobb ajándékát, egy kicsérezzét, a gyermekeit, unokáit mosolyát és ölelését. A köszöntök után a kulturális műsorok következtek, az unokák muzsikával okoztak felejthetetlen pillanatokat. Haga Kálmán, a Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusa hozta el az intézmény néhány jelenlegi és korábbi tanítványát. A Tapolcai Musical színpad tagjai dalukkal már a nyarat idézték. A nap további részében számos izgalmas program várt a kicsikre. Kézműveskedés, sportvetélkedők, közös játék csábította a gyerekeket a szabadba. A nagyszülők számára pedig a tombola húzás hozott izgalmakat az első igazán nyár előnek számító napon Nyulakesziben.
A krónika végén egy örömteli rövid hír. Szép sikerrel tért haza Harkányból a 9. országos nyugdíjas Ki mit tud döntőjéből a Csobánc Népdalkör. Mind a Népdalkör, mind pedig annak vezetője Kocs Ida szólóének kategóriában kiemelt aranyminősítést ért el. Az együttes következő fellépése Diszelben lesz a hagyományos pünkösdi dalos találkozón június 16-án 15 órakor a Csobánc Művelődési Házban. Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket, a krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!